Köszöntöm Önöket, ez a Kincstársalgó, a Salgó-Tarjáni Városi Televízió kulturális és művészeti témákkal foglalkozó magazin műsora. Fotózás a természetben. Több mint 250 fotós lepte el a medves vidékét az 5. medvesi fotós maratonon. A Salgó-Tarján környékén található medves fennsík Közép-Európa egyik kevésbé ismert, de természeti kincsekben gazdag tája, ami sok lehetőséget rejt a fényképezést kedvelőknek. Versklip. A Test idegenek című verses kötetéhez forgatott videóklippet a salgó-tarjáni származású író és költő Debreceni Boglárka. A kötet néhány verséhez a Nógrádi megyeszékhely több pontja is nagyon illik. Színház. A Zente Ferenc Színház új, fiatal, még egyetemista színésze Móczár Bence mesél eddigi pályájáról és arról, hogy került a salgó-tarjáni társulathoz. Az idézőjelben pedig Csábi István adja elő Komjáti Jenő az Örök dal című művét. Több mint 250 fotós lepte el a medves vidékét az 5. medvesi fotós maratonon. A Salgó-Tarján környékén található medves fennsík Közép-Európa egyik kevésbé ismert, de természeti kincsekben gazdag tája, ami sok lehetőséget rejt a fényképezést kedvelőknek. A fókuszban a táj volt, amikor ezt a fotós rendezvényt elterveztük, tehát olyan képeket szeretnénk viszont látni, amik ezt a gyönyörű és változatos tájat bemutatják, ezért szerveztük a modellfotózások többségét is úgy, hogy a tájban helyeztük el a modelleket. A legnépszerűbb hely a Salgóvára, mert a Salgóváráról egy gyönyörű változatos tájat lehet látni, és nagyon szép a napkelte, a napnyugta, ha megjönnek az őszi ködök, akkor a völgyekben megülő ködöket és a kiemelkedő hegycsúcsokat gyönyörűen lehet fényképezni, illetve természetesen ősszel egy hideg front után a magas Tátra nyújt egy nagyon szép látványt a Somoskói vár mögött. Picit előre is dőlhetsz, hogy nézelőd, ez szuper. Arrafele, mosolygós. Közép-Európa legjelentősebb szabadtéri fotós eseményén több mint 48 órán át színes programokkal, a Boszorkánykőnél például modellekkel várták a fotósokat. Hogyha lentről fotóznánk, és nem tennénk bele a hátteret, akkor unalmas lenne, mert ennyi erővel igazából bármikor lehetne az égboltot is cserélni, és ettől válik izgalmassá. Azért is különleges talán ez a helyszín, mert gyönyörű őszi fények vannak. Ez azt jelenti, hogy sokkal élesebbek és sokkal laposabbak most a fények. Ez nagy kihívás egy fotósnak. Viszont derítőlapokkal, illetve villanólámpákkal ezeket tudjuk kompenzálni, illetve irányítani, a saját kontrollunk alá venni. A modellfotózás a Salgói várban is zajlott, sőt itt még a középkori páncélos katonákat csata közben is lencse végre lehetett kapni. A bársony nehéz gyalog! Akkor rajta! Gondoljatok! A magyar és szlovák határon átnyúló Novohrad-Nógrád Geoparkban a Karancsról, a Salgói és a Somoskői várról, a Medvesfensíkról, a Boszorkánykőről, Szilváskőről és a Macskajukból is csodaszép képek készültek. Először vagyok egy ilyen eseményen, és engem a várak mindig is lenyűgöztek, úgyhogy igazából amiért döntöttem, hogy jövök, az volt, hogy vár közelébe fogunk fotózni, tehát nekem ez volt a vonzerő. Maga a helyszín is gyönyörű, és hát amit megörökítettünk tulajdonképpen, készítettem egy verkfotót is, hogy otthon ne csak el tudjam mondani, hanem meg tudjam mutatni, hogy hol voltunk, milyen környezetben, és mit csináltunk éppen. Az erdőben a makrofotózás szintén nagyon népszerű volt, csak úgy, mint a medves fensíkon 30 méteres magasságból egy emelőkosaras autóról fotózni, vagy épp a Sasok rétjén második világháborús életképeket fényképezni. Dunai városból érkeztünk, Síkvidékről, és hát mi örülünk a hegyek látványának mindig. Én most már többszöri alkalommal vagyok ezen a tájon, nagyon megszerettem ezt a tájat, nagyon szép. Imádom a hegyeket igazából. Eleve jól hangzik, hogy nagyon sok fotós van egy helyen. Többféle fotózási lehetőség van, ismerkedni lehet, sok mindent lehet fotózni. Alapvetően eddig tájképeket fotóztunk leginkább. Most inkább az életképek azok, amik érdekelnek engem. Tehát a páncélos katonák, a második világháborús katonákat inkább erre mennék. Most rá valami csillagjárás éjszaka, azt szeretnék fotózni. A
Salgóbányai Geocsodák házában a szakmai előadásokon és termékbemutatókon kívül stúdiófotózással kedveskedtek a résztvevőknek, valamint a különleges, nedves kollódiumos eljárást is megismerhették az érdeklődők. Európa legnagyobb bazalt fennsíkján napkeltétől egészen napnyugtáig egy nem mindennapi maratonon kattogtattak a fotózás szerelmesei. Tavaly ősszel jelent meg a salgótarjáni származású író, költő, debreceni Boglárka legújabb verses kötete Testidegenek címmel. A hagyományos nyomtatott forma mellett hangoskönyv is született a kötetből, egyes versekhez pedig még klippek is készülnek, melyeket a napokban forgattak Salgótarjánban. Én salgótarjáni származású vagyok, és a mai napig visszajárok Salgótarjánba. Egyrészt ugye kulturális kapcsolatok miatt is szoktak hívni felolvasóestekre, tévés szereplésekre, stb. Másrészt pedig családom itt él, Nógrád megyében, illetve édesanyám Salgótarjánban, úgyhogy szoktam jönni rokonlátogatóba is. És én a mai napig nagyon kötődöm Salgótarjánhoz, környezetéhez is, természeti környezethez is, de magához a városhoz is, és nem csak a kulturális közeghez, hanem mint építészeti térhez is. És rengeteg helyszínre fogunk itt ellátogatni Salgótarjánban, többek közt az üvegcsarnokban vagyunk most, de a Karancsszállóba is megyünk, aztán a csillagvizsgálóba, most éppen a bányamúzeumból, a föld alatti bányamúzeumból jöttünk, az Apolló moziba is ellátogatunk, garzonházakba, Dolinkába, és még számtalan helyszínre. Többet is készítünk, úgy indultunk, hogy talán egyet, de aztán annyi helyen megkaptuk az engedélyt, és olyan szívesen fogadtak minket itt Salgótarjánban, hogy úgy döntöttünk, hogy több videót is fogunk készíteni. A Testidegenekből készült hangoskönyv zenei rendezője Eszterhás Dániel szaxofonos, aki egyben zeneszerzőként is közreműködik a projektben, mely abból a szempontból mindenképpen egyedi, hogy a zene nem csupán aláfestésként szerepel a versek alatt, hanem szerves egészt alkot velük. A zenei része meg a hang része az, amivel én főleg foglalkozom. Ugye itt nem a klasszikus értelemben zene lesz a klippek alatt, hanem egy ilyen zajzörejből összeállított ritmikus és behangolt, hát tulajdonképpen zene, de hogy nem a klasszikus értelemben. Van dallama, van ritmusa, de nem a szószoros, de nem gitároznak, meg nem dobolnak, meg ilyesmi. A különböző hangokat használom fel arra, hogy ezekből ritmust és dallamot építsek. De Eszterhás Dániel nem csak a zenei oldalon segíti debreceni Boglárkát, hanem vele forgatja a versekhez készülő klippeket is, és az utómunkát is együtt csinálják majd. Most így ketten annyira megértjük egymást, hogy ebbe így harmadik embert, negyediket belevenni marha nehéz lenne, meg időigényes, mert azért nekünk is kellett egy kis idő, hogy eljussunk oda, hogy körülbelül tudjuk, hogy mire gondol a másik, akár szövegben, akár képben. Úgyhogy most megbeszéltük, hogy valószínűleg megvágni is mi fogjuk egyedül magunknak, mert ez így most működik, és akkor abban nem kell beleavatkozni, ami működik. A városunkban forgatott versklippek az utómunkák végeztével a Facebookon és a YouTube-on tekinthetők majd meg. Stúdiónk vendége Móczár Bence, a Kaposvári Egyetem színészhallgatója, aki jelenleg most itt tölti a szakmai gyakorlatát a Zente Ferenc Színháznál. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Mesélj egy kicsit magadról, mesélj, honnan jöttél? Én Pápán születtem, ott is jártam gimnáziumba, és ezzel párhuzamosan a Komáromi Sándor vezette Telesterion színházi műhelynél. Voltam először kisdiák, aztán utána az érettségi után már egyesületi tag, drámatanár, segéd, szaladgáló fiú, és mindenfajta olyasmi, ami így utólag visszatekintve arra volt jó, hogy,
hogy egy színházi műhelynek az egész működésébe belelásson az ember, és ne csak mint színész vagy színjátszó próbaszituációban találkozzon a színházzal. Pápáról jöttem. Mennyi idős voltál, amikor elkezdődött ez a színház iránti szeretet? Igazából ilyen kezdeti első élményre nem tudok visszaemlékezni, valahogy az volt az élmény, hogy ez mindig van. Általános iskolában 5. vagy 6. osztályos voltam, amikor egy magyar tanárnő, Lombosi Anikó színjátszó csoportot szervezett az iskolában. És akkor voltak ilyen próbálkozások, hogy én kungfuzzak, meg focizzak, ezek nem sikerültek, de hogy mégiscsak valamit kéne csinálni, és ez lett a színjátszó. Talán ott valamikor ilyen 11-2 évesen, de addigra én már ilyen vers, meg főleg prózamondó fiú voltam. De hogy az, hogy indult, arról fogalmam sincs. Tehát azt tudom, hogy amikor Anikó néninek mondtam, hogy én szeretnék járni színjátszóra, akkor ő már nagyon örült. Tehát valami már ennek előtte volt, ami ezt az örömet megalapozta, de erre már tényleg nem emlékszem, hogy ez hogy lett. És egyértelmű volt, hogy te színész leszel? Nem. Mármint nekem igen, de nekem is ilyen, én igazából, én kicsi, ekkorka koromtól kezdve én szerettem olyan alkalmakat szervezni, ahol emberek nézik a másik embereket, és előtte azt kipróbáltuk, hogy jó-e. Mondjuk, nem tudom én, ez a lepedővel kifeszített bábszínház, ahol a fürt szőlő volt talán a király kisasszony, akit meg kell menteni, vagy. És akkor ez rendesen volt hozzá zenei aláfestés is, tehát egy ilyen elektromos, ilyen Yamaha pianino be volt rakva az otthoni ilyen konditerembe, mert arra lehetett a lepedőt kifeszíteni a fekvenyomó rúdnak a... Szóval, hogy ilyenek voltak, és erre se tudom megmondani, hogy hol kezdődött ez az egész, meg mindig irogattam is, tehát, hogy ez egy ilyen játékom volt, hogy elképzelek ilyen helyzeteket, amikor majd meghívjuk a nagyszülőket 3 utcával lentebb, egy szigligeti hegyen, és akkor mi majd ott koncertet fogunk adni, és ahhoz kell egy büfé is, és akkor a teraszból lett a büfé, és de hogy emlékszem ilyen elemi szintű szorongásokra, hogy hány órakor fog lemenni a nap, mert azt akkor ki kell számolni, és akkor kell hozzá fénytechnika, ami a őrületbe kergettem, mert ugye mindent elpakoltam, mert akkor az éjjeli szekrény lámpája kellett, hogy legyen, és ahhoz kell hosszabbító, és ezt valakinek így fogni kell, és akkor olyan, mintha az a reflektor, olyan fejgép lenne. De ennek, hogy a legkezdetibb kezdete ez hol volt, nem, egy cirkuszt csináltunk a testvéreimmel például, vagy legalábbis én, ők meg ezt utólag bevalva gyűlölték, mert... És volt rendesen, volt porondmester, és akkor bejöhettek, mint lovak, vagy mint kiskutyák, és hát igen, így utólag visszanézve ez valóban nem lehetett túl kellemes, de rendes műsorszámokkal, stb. De nem tudom, hogy mikor kezdődött ez. Tehát akkor elég komplexen jelen volt az életedben, az nem csak a színjátszás, hanem rendezni is szerettél, és irányítani az embereket. Hát mivel nem lehetett rábízni senkire, mert ugye ezt senki nem akarta igazán, csak én. ezért igen. Hát ha egy ilyen cirkuszi produkció egy Somogy megyei nappaliban, ahol éppen valamilyen édesapám vadászik, és akkor oda jártunk le mindig ősszel, mikor szarvasbőgés szezon volt, ez nagyon jó volt, mert akkor nem kellett iskolába járni. És hogyha ott a nappaliban, hogyha van egy cirkusz, ha ez rendezésnek számít, akkor igen. Hogyan kerültél Kaposvárra, és hogyan dőlt el az, hogy te akkor színművész leszel? Az még nem dőlt el, de hogy színész szakra.
Amikor vége volt a gimnáziumnak, akkor van nekem egy legjobb barátom a Tegyi Kornél, aki a most velünk párhuzamos Máté Gábor osztályba jár, de akkor még ezt mi nem tudtuk, mi csak ültünk egy padba, és megbeszéltük egy ilyen rettenetesen szenvedős biológia óra közben, hogy mi ezt az iskola dolgoz, hogy így ülünk egy padban, és akkor majd valaki így frontálisan mondja, mi meg azt egy füzetbe leírjuk, hazamegyünk, ezt nem csináljuk tovább, tehát hogy ilyesmit biztos, hogy nem fogunk csinálni. És az első évben én csak a Budapesti Színház és Filmművészeti Egyetemet jelöltem meg, ahol én rettenetesen felvételiztem, és nem jutottam be. És ezután egy évet mentem vissza a Telesteriumba, mint drámatanársegéd, meg egyesületi tag, stb. Stb. És aztán utána már azért azt éreztem, hogy jó, oké, de most már azért tényleg, na, úgyhogy addigra meg már tudtam, hogy Kaposváron is van egyetem. Arra nem emlékszem, hogy ezt tudtam-e, amikor csak az SFE-re jelentkeztem, de szerintem tudtam, nem, mindegy. És akkor már mind a két helyre felvételiztem, plusz, ha jól emlékszem, akkor az ELTE-re, ez biztos, adtam be magyar dráma filozófia szakos tanárnak, és oda fel is vettek, mert az valamiért az alkalmassági vizsga kapcsán előbb derült ki, hogy én erre alkalmas vagyok, mint a kaposvári felvételi. És hát Kaposváron meg bementem, és ott valamiért, ott még valahogy az élet is úgy hozta, sokkal önfelettebben felvételiztem, mint bármelyik a két alkalom közül Pesten. És Bozsi Kivett osztályába nyertem felvételt, de ez is már 4 éve volt. Ugye a pótosztályfőnökötök Bakos Kis Gábor, igen, és az űrévén kerültetek ide. Így van. Mit tudtál Salgó Tarjánról, illetve az itteni színházról, mielőtt ide kerültél? Pápán nincs színház, van egy művelődési központ, amit a város nagyon, hogy mondja, eufemizálva színháznak, egy pont most újítják fel, és ez tök jó. És oda rendszeresen hozott a Zente előadásokat, de én azok közül azt hiszem nem láttam egyet se, mert akkor már nagyon pörgött a Telesterion, és akkor már mi is voltunk valahol egy másik előadása, de a nagyszüleim és édesanyám, ők rendszeres színházba járók ott Pápán, és ott elkértem mindig, hogy na mi megy az évad, mutasd meg a műsor füzetet, hogy mi, és ott tudom, hogy sokszor találkoztam a Zente Ferencihez, sőt, egyszer előfordult, a hugom, aki nem nagy színházba járó, de az Augustus Oklahomában a film miatt imádja. Egyébként is Meryl Streep mániája van, és mondta, hogy de erre, mert Pápára jött éppen a színház az Augustussal, erre ő is elmegy. De akkor én már Kaposváron voltam, csak emlékszem, hogy kérdeztem, hogy és akkor kik viszik az Augustust, és mondta, hogy nem tudja a Salgó Tarjáni színház. Mondom, jó. És milyen volt? Azt mondta, nagyon jó volt, és nagyon jó volt az a színésznő, aki a Meryl Streepet játszotta, mondta ezt ő így. Vándoréva, igen. És de én nem láttam előadást, valahogy ez így jött ki. Mikor Gábor mondta, hogy van ez a lehetőség, akkor persze utána néztünk, tehát akkor a weboldalt mindenki. De nekem ez volt a kapcsolódás, hogy Pápán a szüleim és a nagyszüleim az ottani befogadó művelődési központ révén sokszor találkoztak zentés előadással, és sokszor meséltek róla együtt, utána nem tudom, 3 héttel találkoztunk, mert haza tudtam menni Kaposváról, és akkor hogy mi is voltunk ám színházban, és hoztak díszletet, és nem, tehát így. Ugye most már próbáltok új darabot is, illetve be is ugrottál, és ha jól tudom, akkor az első beugrásod az a Pillantása. Igen. Pillantása, kicsit kalandos volt. Mesélj erről. Igen,
Éppen Kisvárdán tartottam workshopot az ottani Magyar Színházak Fesztiválján, és az mindig egy ilyen felfokozottabb állapot, mert nyilván meg akarsz felelni mindennek és mindenkinek, de közben ott van 10 + 20 fiatal, és akkor menni kell, mert ebéd van, és akkor menni kell meg íze, és akkor végre ott vagyunk, és tudnánk dolgozni, és akkor éve... És minden egy ilyen őrült napon fölhívott a Feri, hogy kialakult egy helyzet a Pillantás a hídról kapcsán. Én akkor az Erdőt, a brémai muzsikusokat és a Falurosszát már tanultam. Tehát azt tudtam, hogy nekem majd az évadban, amikor eljön egy felújító próba ideje, akkor én azokba nem is ugrani, de át fogom venni a szerepet. De hogy van ez a Pillantás, ez egy beugrás, majd időszakra szól, stb., nem nagy a szerep, és még lehet is, hogy mondta is, hogy ez egy tiszt, én nem tudom, mert közben én fogtam a telefont, és mondtam, hogy jó, de ott gyere be onnan, meg hogy öltözzetek, meg mondtam, jó, Feri, rendben van, én majd, amint itt végzek, akkor beszéljünk meg innen. És közben már kaptam az e-mailt, hogy akkor ez a felvétel, ez a szövegkönyv, nem? És írtam, hogy jó, oké, de nem emlékszem, hogy melyik a szerep, mert hogy éppen most itt helyzet, hogy mit tanulja, és a Henny tök igaza volt, ő nem tudta, hogy az előadáson belül a Farkas Zoli át fogja venni a Márkó szerepét, hanem ő csak annyit tudott, hogy a Havasi Péter nem lesz, én megyek, hát akkor hova ugrok? A Havasi Péter helyére. Bementem, és ezt én meg is kaptam. Én mondom, fú, ez egy nagy szerep, hát ez a két unokatestvér közül az idősebbik. Ezek már gyerekei vannak, kicsit férfiak, mondom, jó, akkor elkezdjük növeszteni a borostát, mondom, hála az égnek, most akkor még hosszú volt a haja, most az jó, mert a szöveg is van rá, milyen jól jött ki. Elkezdtem tanulni, néztem a felvételt, mert az Erdőt, stb. Már tanultam, de így akkor mégiscsak az a helyzet alakult ki, hogy akkor ez lesz az első alkalom, amikor én a társulattal együtt dolgozom. Hát mondom, nehogy már itten én ne tudjam a dolgomat, meg hogy mindent megtanultam, de minden. És jöttem reggel. Először jöttem úgy, hogy próbára, még akkor izgultam, hogy mondom, bedugul le a körút, nem dugul be, hogy a M3-as bevezető, csak ide, hogy ne azzal kell. Ide értem már 9:45-re. Jó. Akkor ott ül a Farkas Zoli, és így látom, hogy így húzza ki a... De ki volt neki húzva, másik így nagyon tanulta. Nagyon tanulta. És én tudom, mert hát ugye 66 milliószor végignéztem a felvételt, hogy a Zoli az első tiszt. Az egy jelenet. Milyen becsületes ez a Zoli. Hát van ezt a kis szerepet is, hát mint az állat így tanulja. És valahogy így elkezdtünk beszélgetni. Mondom, te mit tanulsz, Zoli? Ennyire. És mondta, hogy a Márkót. Mondom, én tanulom a Márkót. És akkor kiderült ez az egész, még plánéba megérkezett a Havasi Peti is, és akkor ott voltunk hárman Márkók, aztán természetesen végül úgy alakult a dolog nagyon helyesen, hogy aki már játszotta az előadást és ismeri, ő ugrik be, és így lett ez az első tiszt, ami nem baj igazából, mert azért nagyon megnyugodtam, hogy az első Salgó-Tarjáni próbán nem az Arthur Miller Pillantás a hídból Márkójába kell így beugrani, hanem azért van ebbe egy ilyen lépcsőzetesség. De volt, Zoli, te mit tanulsz? Nem, a Márkót én tanulom. Tehát igen, volt egy ilyen. Hogy azért ezt is sikerült megoldani, tehát milyen véleményed a társulatról, az itteni társulatról? Én nagyon, nagyon jól érzem magam. Szerintem nagyon erős társulat épül itt, ettől az évattól fogva is, és ez nyilván az ezt megelőző évadoknak a hozadéka. Én nagyon jól érzem magam, tehát hogy egy kávészünet is jó, meg a próba is jó. És, tehát valahogy úgy érzem, hogy a munka része és a munkával járó civil együttélés része is működik a dolognak. Úgyhogy szerintem nagyon-nagyon erős társulat alakul. Ugye soroltál itt már néhány szerepet, amit elkezdtél tanulni. Ebben az évadban összesen hány szerepet lesz? Hát ugye akkor van a három szerep átvétel, Erdő, Brémai, Falurossza. Most éppen oda fogok menni, hogyha
ha végzünk Rómeó és Júliában, Baksa Imre rendezi, van egy ilyen érdekes szereposztavonás, hogy a Mercutio és a Benvolio lényegében egy ilyen Rómeó barátja figurának forr és omlik össze, ezzel próbálkozunk most. Kökényesi Ágival próbálunk ezzel párhuzamosan, Csukás István ágacskájából leszek a festő, az is egy nagyon izgi dolog. Eddig öt, és a frissen nagy színpadra készülő előadások, Pirandello negyedik Herrik, még nem tudom, hogy mit, nem lehet kiúzni a Feriből, pedig próbálkozunk, illetve Bródi tanítónő, ez lesz a hét. Tehát évad végére, ha minden működik, és nem tudom, nem jön el az Armageddon, akkor hét szerep lesz. De. Akkor nagyon sok sikert kívánok neked minden próbához és minden szerepátvételhez, és remélem, hogy jól érzed majd magad itt Salgótarjánban. Köszönöm szépen. Most pedig idézőjel rovatunk következik. Már nem bírok tovább magammal, szívem csordultig tele van. Magába már nem fér a lélek, ez itt neki határtalan. Szívemből mindegy lángfolyam tör, vágy érzés, millió gondolat. Ledült minden korlát, s ó, lelkem miként a fény szava. Szétáradok a mindenségben, ringatnak az örök habok. S hogy lénye már a szerte széjjel, úgy érzem, minden én vagyok. A lép, a fellegek, az erdő, miként minden zengene. A föld, a csillagok, a tenger, minden szívemmel van tele. A természet átszellemülnek, mint Orfeusznak énekén. Az örök létnek, örök ügynek, csodás mély szívig zengemén. És mintha mindbelém öbölne, az óceán s a csillagok. Szín és sugárdal illatétel, úgy érzem, minden én vagyok. Na 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 na. Játszanak velünk! Hányadik alkalommal rendezték meg idén a Medvesik fotós maratont? A3, B5, C8. A megfejtéseket nyereményjátéktárgy megjelöléssel az alábbi e-mail címre várjuk hétfő éjfélig. A helyesen válaszolók között páros belépőt sorsolunk ki professzor dr. Bagdi Emőke Kiutak a válságból című november 20-ai előadására a Salgótarjáni Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. Jóvoltából. Ez volt a Kincstársalgó, műsorunkat a Salgó TV YouTube csatornáján visszanézhetik, új adással legközelebb jövő hét csütörtökön jelentkezünk, addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra!